Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzin, és itt van velünk a vonalban Míró József, az Erste Befektetési ZRT vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Szervusz, jó reggelt kívánok neked és a hallgatóknak is. Na hát, nagyon érdekes történettel találkozhattak a Waberers befektető és az iránt érdeklődők, cég iránt érdeklődők tegnap, amikor gyakorlatilag egy, vagy hát tegnap előtt lényegében már elkezdődött, amikor egy olyan info jött ki, hogy információkat titkolt el a Link eladója a Waberers elől, és ennek kapcsán pedig egy profit warning jelent meg a cégtől. Mi történik a Waberersnél? Hát különben nem annak kapcsán jelent meg a profit warning, tehát ezt a cég hangsúlyozza, hogy a Linkkel kapcsolatos követelése, szavatossági igénye, az nincs összefüggésben a profit warninggal. Hát én ezt jól összekötöttem pedig fejben. Hát mert egyszerre jelent meg, ugyanis az igazgatóság ugyanazon az ülésen hozott erről határozatot. Maga ez az igény, ez különben azért van, mert egyrészt most telt le az egy év, és most tárgyalta az igazgatóság ezt a dolgot, és ugye még tavaly látható volt a harmadik negyed évben, hogy a Linknél számos ügyfél elhagyta a céget, és hát azt gondolja a menedzsment, nyilván megvan erre az oka, hogy ebben szerepet, illetve erről tudhatott az eladó, és hogyha tudott, ugye akkor szavatossági igényt kell benyújtaniuk. Ugye ezt itt más nem is tehetnek különben, tehát itt ez kötelességük védeni a befektetőknek a vagyonát. Aha. A másik dolog, ami bizonyos értelemben izgalmasabb, ugye ez a profit warning, ugye már az első negyed évben láthattuk azt, hogy bizony nem ment olyan jól a szekér a cégnek, és hát elsősorban arra lehetett fogni a dolgokat, hogy ugye árat emeltek, és emiatt számos megrendelő inkább megpróbál olcsóban szállítani. Itt azért azt érezni kell, hogy itt ilyen fillérekről van szó. Tehát például, hogyha megpakolunk sörrel egy kamiont, akkor, és elviszük 200 kilométerre, akkor itt ilyen 10 fillérekről, 50 fillérekről, ilyesmikről beszélünk a sörnek az árában. Tehát ugye azért is nagyon furcsa, mert ilyen esetben, tehát általában, hogyha bemegyek a boltba, azért valljuk be, hogy a 180 vagy 200 forintos, és ugye most direkt olcsó sört mondtam, hogy az most 181 forint vagy 182, pontosan nem érdekel, pláne ha készpénzzel fizetek, ugye, mert akkor vagy 180-at vagy 181-et fizetek, attól függ, hogy éppen hol van a mérleg nyelve 183-nál vagy 182-nél. De csak azt akarom mondani, hogy ez egy elég furcsa viselkedés bizonyos piaci szereplők részéről, de nyilván megérthető, és hát ugye ennek az lett a következménye, hogy ugye bizonyos fuvarokat elveszített így a Waberer, vagy nem most egyelőre. Hát akkor ez nem volt egy jó lépés? De erre nem szám, ez nem volt akkor egy jó lépés, akkor nem számolt ezzel a menedzsment, hogy ez ilyen hatással lesz a cég gazdálkodására? Most nyilván költői kérdés, mert számolt volna, akkor nem lépték volna meg. Hát igen, én azt gondoltam, ugye, mint amit elmondtam, abból is látszik, hogy ők azt gondolták, hogy ez rendben keresztül fog menni. Hát úgy tűnik, hogy nem. Tehát, illetve hát vannak kisebb fuvarozók, akik elviszik ezeket a fuvarokat. És hát, tehát ugye ez az egyik hatás, de hogy igazándiból több hatás van itt összességében, hiszen, ja is, hát hozzáteszem, hogy a nagyobb ügyfelek, tehát mondjuk nem akarok neveket mondani, de mondjuk nagy láncok, azok nyilván megértették ezt a dolgot, hogy ugye, hogyha én ügyeskedek, hogy megtakarítsak néhány fillért, amit persze mondom még egyszer, amúgy természetes dolog, akkor ugye bizonyos esetekben, ahol az ellátás biztonsága számít, tehát például, és ugye ezt mondja maga a cég is, hogy a szeptember, október, november fő szezonban, és most persze nem a sörről
beszélek. Ugye akkor viszont meg a kapacitásoknak a szűkössége szokott megjelenni, és hát akkor az ellátás, tehát az, aki nem szerződött le, vagy nem fogadta el a korábbi árakat, az ugye az ilyen értelemben bajba kerül. De hát nem csak ez az, ami húzza az árat, hanem ugye van itt egy csomó dolog, hogy például ügyfélszerkezetet kezdtek el váltani, és ehhez nem szoktak hozzá, tehát tovább állnak a kamionok, esetleg nem érkeznek meg oda időre, ahova mennie kell, mert még nem tudja, nem ismerik azt az útvonalat olyan jól, nincsen olyan jól bejáratva. Ugye tudjuk, hogy a vízzel ma már mi is, nem tudom, hogy te hogy szoktál közlekedni, de én városon belül is vízzel közlekedek, és akkor tipikusan odaérek időre, ahova kell, mert az általában tudja, bár ott is szokott néhány perc csúszás lenni. Most hozzáteszem, hogy azért például egy autóipari bizniszben ott azért nagyon fontos, hogy időben érkezzenek a gépjárművek. Úgyhogy ha nem időben érkeznek, akkor egy jó nagy csúszás tud bekövetkezni. Úgyhogy ezt még tanulják, és hát ezért és van a közleményben benne, hogy adaptálják a céget az új piaci körülményekhez. Hát ez valójában ezt... Na jó, de hát ez azért, amit elmondtál, az nem biztos, hogy azt is jelenteni, amit hát közöltek, eddig... hogy ugye az EBITDA növekedést várták ugye éves szinten. És erre egyszer csak hirtelen kismértékű csökkenést jósolnak. Pontosan igazad van, hiszen, de itt van még egy nagyon fontos tényező, hogy ugye fél évente nagyjából, vagy bizonyos periódicitással, és átlagosan azt lehet mondani, hogy 3 havonta állapítják meg az új tarifákat az egyes ügyfeleknél, van, akinél csak évente, akkor építik be az emelkedő kőolaj, vagy éppen csökkenő kőolajárból adódó mozgásokat. És bizony egy ilyen időszak, amikor emelkedik a kőolajnak az ára, meg az üzemanyag árak, az ugye kellemetlen, mert megállapítják egy adott árnál, és van, akinek akár egy évre előre, és nem tudják pontosan, hogy mennyi lesz a kőolaj ára, és látjuk, hogy most például az üzemanyag ára nagyon nagyot emelkedett, és ez nem is volt beleszámolva a pakliba. Tehát ez igazándiból ez szerintem ez az, ami nagyon összenyomta a marzsot, és ezért esik az eredmény. A valóság ugyanis normál körülmények között még ezt is ugye ilyen költséghatékonysági intézkedésekkel, illetve a teljesítménymutatók javításával a cég különben általában ki tudja kompenzálni. Nagyon ügyesen. De most, hogy ilyen turbulenciák vannak a piacon, ugye el van foglalva, hogy egyáltalán jól teljesítsen, és az emelkedő kőolajár pedig rettenetesen összenyomja a marzsát, és alapvetően, vagy többek között ennek köszönhető az, hogy így visszaesett az eredménye, ami szerintem ugye a második negyedévben látványos lesz, aztán a harmadik negyedévben is még szerintem gyengébbre számíthatunk, és utána kezdődhet el valamiféle javulás. Aha, oké, de ez is benne volt, azt hiszem, hogy a közleményben, hogy majd jobb alkalmazkodnak a piaci körülményekhez, meg ilyen intézkedéseket vezetnek, és hogy az év második felének a végén már javuló piaci kondíciókat várnak. Igen, amúgy különben maga a piac, az a szállítmányozási piac, azért látjuk, hogy jó összességében. Tehát nem a szállítmányozási piaccal van a baj, hanem én azt gondolom, hogy a legfontosabb baj, hogy nem tudja lekövetni a emelkedő kőolajárat az árazással, ez folyamatosan nyomás alá helyezi a margint, és most nem tud úgy hatékonyságot javítani, mint bármikor máskor korábban az elmúlt története során a cég, mert hogy amúgy piaci turbulenciákkal kénytelen szembenézni. Jó, oké, akkor megértettem nagyjából, hogy mi a szituáció. Köszönjük szépen, Józsi, neked, és akkor jó munkát, szép napot. Én is köszönöm. Köszönjük, szervusz. Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Miró Józseffel beszélgettünk, az Erste befektetési ZRT vezető elemzőjével. Váber, ez profit warning, illetve egy másik így hír, ami nem volt kapcsolódó a profit warninghoz, de az, hogy információkat titkolt el a link eladója a Váber elől, és ez is egy érdekes közlemény volt a cégtől.